Hétvégén valószínű nagyon sok zenekar koncertezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán teszi ezt a Radar zenekar is. Erről beszélgetek vendégemmel, Mák Istvánnal, Makuval, a zenekar frontemberével, énekesével. Szervusz! Szia, hello! Nos, hát halljunk szót, mikor, hol lesz ez a rendezvény, és egyáltalán kik fognak még rajtatok kívül muzsikálni? Hát ez már egy szokásosnak mondható, ez a sóstói rock, már ha jól emlékszem, 5. éve lesz megtartva, és nagyon jó a felhozata, talán mondhatom azt, hogy az idei talán a legerősebb. Nagyon jó a puska, akusztik galeri fog kezdeni 5 órától, ő a Koroknai Árpiról, híres duett, ők az Omen és a P-Box énekese, nagyon jó kis akusztikus műsorral fognak támadni. Utána jön a Radar. Aztán mi jövünk 6 órától, és utánunk már két legenda, P-Mobil, majd az Ossian zárja az estét. Hát nem apróztátok el idén sem, de veletek mi újság van? Mert hogy jó, oké, lesz ez a koncert, vasárnap mindenki elmehet a Radar koncertre, és ott tombolhat az első sorban, pogózhat, headbangelhet, és így tovább. De azért fontos megkérdeznem, hogy mi újság van a zenekar házatáján, mire vagytok most büszkék, mire koncentráltok? A zenekarnak évvégén jelent meg a december-januárban jelent meg a harmadik nagylemeze, tehát az új lemeznek a bemutatásán vagyunk. Tehát ezekben a hetekben, hónapokban népszerűsítjük a lemezt, illetve nyári fesztiválokon, meg egyéb ilyen rendezvényeken játszunk. Igazából ez az új lemeznek a égisze alatt megy ez a nyár. Azon kívül koncert, tehát röviden. És ha jól tudom, akkor az új albumhoz dukált egy új videoklip is. Jövő héten ezt mindenképpen bemutatjuk itt a Weekendbe. Ezzel kapcsolatosan egy kis előzetest, egy kis morzsát itt csepegtess itt nekünk, szórj el nékünk, hogy milyen jellegű volt ez a klipforgatás, és miről szól a mostani új Radar klip. Az új klip az a lemeznek a címadó dalára készült, a Mindenáron, és igazából a dal mondani valója is egy picit a klipre vajaz, tehát hogy a 10 évünket, mert ugye a 11. életévünkbe léptünk, és ez az elmúlt 10 évnek az éveit fogja bemutatni, mutatja be. Tehát igazából egy olyan klip, ami még nekünk nem volt, tehát ilyen benti és koncertképek is, illetve ilyen műtermi belső, tehát egy ilyen vegyes vágottból összerakott klip, ilyen még nekünk nem volt, ilyet szerettünk volna. Akkor ilyen image klipnek is, meg ilyen elmúlt évek felölelése klipnek is nevezhetjük. Így van, tehát ahogy a dalnak a mondani valója is a 10 évnek a munkássága mindennapjairól szólt. Most azt, majdnem azt mondtam, hogy a jó és a rossz nap, de hát rosszul nem, hála Istennek nem számolhatok be, tehát a 10 szép esztendőt mutatja be a klip, azt gondolom, hogy teljesen hitelesen. Én már várom, hogy akkor a jövő heti Weekendben ezt megnézhessem, még én se láttam, pedig már elhoztad nékünk. Egy biztos, most vasárnap, június 28-án, 17 órakor nyitja kapuit a Múzeum falu, az Akusztik Galeria, a Radar, a P-Mobil és az Ossian fog koncertezni, mindenképpen látogassanak el, hogyha tehetik. Én köszönöm szépen, Mako, hogy elfogadtad a meghívásunkat.